Vajon mi lenne, ha azt mondanád, hogy ó, lesz ember, egész hetemben spóroltam, most az egyszer meg akarom engedni magamnak, hogy luxus kajákat egyek, izlandi kacsát, sarki szemlinget, titkos leves, prémium desszertet és ritka drága bálna húst akarok enni. Elnézést, na de tényleg, ha már itt vagyunk Izlandon, valami ilyesmit fogunk csinálni. A szabály annyi, hogy az éttermek legalább 1000 véleménnyel és 4,8-as csillaggal kell rendelkezniük. Szóval kezdjük is egy pöpec reggelivel, ami itt van Höfben, és az étterem neve az nem más, mint Hafnarbúðir. Na igen, ez több mint 1500 véleménnyel rendelkezik. Ízletes, legjobb, új nyalogató, és az adagok hatalmasak. Ez a reggeli oltárian jól néz ki. Azt se tudom, minek fogok meg, van itt tojás, sajtkrém, garnéla, kenyér, saláta, pisztáciás, fagylaltos, nem tudom micsoda. Ez egy igazi ötcsillagos reggelinek tűnik. Persze az emberek fotókat is töltenek fel az incsiklandó kajákról, és igen, ez is a Google véleményeken volt. Én is ilyen boldog akarok lenni, ahogy eszem a reggelimet. Ezektől nem fogom összefosni magam, ennyi kombinációt akkor semmitől. Ez mondjuk jó. Én most mindent összezabálok egyszerre, gondolom nem egyszerre kéne enni. Jöhet ez a garnélás tudsz is. Ez mondjuk büdös. Nagyon furcsa, hogy ennyiféle íz kapja egyszer az ízletbűnben, nem vagyok megszokva ezzel. Ez a szósz, ez nagyon fura. Olyan zsírbombák vannak itt, meg olyan minden, hogy lehet, hogy a WC-t meglátogatom ezután, főleg a kávé miatt. Neked hogy ízik? Nem tudom, mit teszek az a dolga, de Ez nagyon nagy a szóval ide, megérte eljönni. Annyira finom volt, hogy még a maszatot se vettem észre a szám alatt, konkrétan életünk egyik legjobb reggelije volt. Megyünk is tovább a következőhöz, de előtte a főnök asszony szeretne üzenni nektek valamit. Velkommen til Ísland, sækkar að komuna, ég vona að njóttis, íbó, endilega komið á Hafnarfjörð, besti staðurinn er pottið Hafnarbúðir. Nagyon kedvesek voltak az emberek, nagyon finom volt az étel. Nézzük, milyen cukin visszacsomagolta nekünk a fagyit, amit nem tudtunk megenni. Még szórt rá extra pisztáciát. Költözök ide. Kettőnknek ez majdnem 6000 koronába került, ami szinte 16000 forintnak felel meg. Nem a legolcsóbb, de ez még semmi a többiekhez képest. Úgyhogy vágjunk bele a levesbe, ugyanis a neten rengetegen beszélnek a bálna húsról, szó szerint több száz vélemény csak róla van. Épp ezért keresünk egy olyan éttermet, ahol ezt meg tudom kóstolni. Megrendeltük a következő prémium kajákat, és előtte izlandi vizet iszunk természetesen. Itt is rengeteg fotót tettek fel az emberek az incsiklandó ételekről, és a vélemények sem szegényesek, mert így szólnak, hogy mennyei, fantasztikus, egyedi, le a kalappal, és totálisan megérte a 15000 koronát. Na erre kíváncsi leszek. Hát első benyomásra, nyilván ez is drága volt, de nem számítottam arra, hogy ilyen kicsi lesz. Bálna hús. Életemben nem ettem bálna hús, szóval én azért rendeltem ezt meg. Szétomlik konkrétan, nem is tudom, hogy kés kell, ám mondjuk középre igen. Izgulok tőle, esküszöm. Konkrétan bálna húsika. The prophecy is true. Mindjárt megtudjuk, hogy pontosan milyen a bálna húsnak az íze, de közben addig haza kellett teleportálják, ugyanis meg kell köszönjem a mai videó visszatérő támogatóját, a World of Warships-et, hiszen nélkülük elég nehéz lenne megcsinálni ezeket a költséges videókat. Tudom, hogy szinte mindenki ismeri már ezt a háborúzós és csatázós játékot, de szerintem még mindig sokan nem adhatok nekik esélyt még kipróbálni se, annak ellenére, hogy teljesen ingyen tehetitek ezt meg. Csatahajók, rakéták, torpedók, és mi egymással lehet egymást ostromolni ahhoz, hogy hát ne unatkozz a szürke hétköznapokon. Valahogy az ízlelő bimboim is így éreztek, nem unatkoztak, ugyanis sosem éreztek még bálna húst. Rendesen szétolvadt a számba. Teljesen a marha húsra hasonlít. Kicsit nagyobb falatot. Nem mondanám, hogy megéri. Teljesen olyan, mint a marha, csak ilyen omlósabb egy kicsit. Több köretet adhattak volna ez tényleg csak ilyen kóstoló. És figyeljetek, még mindig van az a jó deal, hogyha most regisztráltok a linken keresztül, 500 dublon, 7 nap prémium, 2 millió kredit, és még jó pár menő bónusz üti majd a markotokat, ami továbbra is egy elég komoly kezdő csomag, és szerintem a fejlesztők még mindig jó fejek, hogy van ez a deal. Tényleg ajánlom, hogyha most pont nincs, amit játszotok a gépen, próbáljátok ki. Furcsa, hanem mintha nyers lenne. Azt írta a grillezett bálna, aztán átverte ki, vagy sem, azt nem tudom. Nekem egyáltalán nem hasonlít a húshoz, olyan halálad van. Erre azt mondanám, hogy ez egy kicsit overrated. Egyébként a helyszín nagyon átadta nekem ezt az északi stílusú hangulatot. Eskü, hogyha nem lenne itt az a sok asztal, olyan, mintha valakinek a szeretett otthonába lennék. Kihozták a desszertünket. Hát itt is az adag két fogra elég körülbelül. Mit ugasztak is buzdják? Nem panaszkodunk azon, mert nem fogunk itt jól lakni. Itt étkezünk. Éppen mondtam Istvánnak, hogy hazamegyek, ott táplálkozok. Itt Izlandon étkezünk. Ebből egy vödőrrel is jöhet. Jó, az kiűr, az jó. Tudod, mihez hasonlítani az ízét? Nem. Mint amikor először beteszed valahol. Mi van? Per
Persze, fiam. Nem a videó, de hanem az előkelő helyet. De mielőtt kiraknának minket, haladjunk tovább, ugyanis itt pontosan 14.650 koronát fizettünk ketten, de sajnos nem voltam megelégedve a híres bálnahússal. Viszont a desszerttel igen, na az mennyei volt. Ezen kívül még sokan beszélnek arról, hogy az izlandi csokoládét sem szabad kihagyni. Az internet szerint a nevű csokik a legjobbak a szigeten. Úgyhogy a hangulat kedvéért beszereztünk egy vulkán témájú. Oh my god, vulkanikus csokoládé! Hogy megadjuk a módját, hogy Izlandon vagyunk, az Icelandic csoklitet, a traditional Icelandic csoklitet itt fogjuk megenni. A 100 km-re szélben, hangulatosan, a kugyogó víz mellett, ahol a magma alulról melegíti a vizet, ahogy ezt a csokit a láva, még annó 80-ban, nem tudom mit beszélek igazából. Mielőtt ez a hatalmas szél el nem visz, kérlek nyomjátok meg azt a feliratkozás gombot, mert elvileg még mindig a rendszeres nézők közül fele ezt nem teszi meg. Kicsit nehéz ezt elhinnem. Jó fordulatot vett ez a videó, eddig kényelmes volt minden. Mi ez a fixon? A mikrofon nehogy merepüljön. Igazi izlandi csokoládé. Esküszöm, semmi extra. Nem mondanám azt, hogy wow! Jöjjön ide! Mövesesednek tök jó íze van. Jó íze van, de nem azt mondanám, hogy itt jobb, szóval. Kicsit overrated, úgy érzem, kicsit marketing. Körülbelül 1000 korona volt egy ilyen táblacsoki, és tényleg finom volt meg minden, de nem mondanám, hogy itthon nem lehet ilyen ízeket tapasztalni. Menjünk már innen! Közben itt is vagyunk a kövi helyszínen, ami egy konkrét füvel borított viking stílusú étterem. Itt is fenséges kinézetű kajákról írtak véleményeket az emberek, és emellett lehetett kürtből is inni, és elvileg jelmezt is kipróbálni. Hát esküszöm, én is így akarok kinézni. Igazából, ami engem nagyon lenyűgöz, az a környezet. Nézzétek meg, milyen sátos pohár van. Le is sátalom a vizet nektek most így a kaja előtt. Azt a hely, izlandi víz. Cool, fantasztikus, kiváló, ajánlott és igazi viking élménye volt itt a legtöbb embernek. Épp ezért én is egy speckó kacsát rendeltem. Méreg drága volt, de nézzük milyen. Nálunk jellemző mindig lila káposztával tálalják, ez pedig ilyen magvakkal, meg konkrétan cseresznyével van. Azt, amilyen omlós így a húsa. Ez étel. Omlós, szaftos, ízletes, saláta is nagyon jól van fűszerezve. Halad? Ez a hely nem overrated. Legalábbis az ízek és a hangulat alapján. Oké, hogy zsebben nyúlós, de melyik öt csillagos hely nem zsebben nyúlós? Most, hogy megettem életem legfinomabb kacsáját, jöhet a desszert, ami nem más, mint egy brownie, egy gombóc fagyival a tetején. Illegális ízek, ezek nem normális dolgok. Azért, mert ehhez hozzászokik az ember, akkor hazamegy és nem fog megenni semmit. Ízlik, mi íz? Én le vagyok nyűgözve, esküszöm. Minden nagyon pöpec volt ebben az étteremben, ez tényleg különleges élmény volt. Viszont megkérdeztük, hogy merre vannak a jelmezek, és hogy kaphatunk esetleg baltát is haigálni. Nos, ezek mind extra pénzért voltak, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy jelmez nélkül leszünk, de baltahajtásra befizetünk. Ne tudjátok meg, hogy mennyit bénáztunk az, hogy párat szépen bedobhassunk. Megvan! Itt egyébként egy kőkemény 21.550 koronát adtunk ki, ami 57.000 forintnak felel meg. Ouch. De cserébe eddig ez volt a legjobb és legkülönlegesebb étterem. És továbbra sem állunk meg, megyünk a következőhöz. Volvafjós. Erről az étteremről is azt mondogatják, hogy kivételes, brilliáns, elragadó, komolyan kiváló és yum. Csak megsugom, erre a helyre nincs pénzem. Fotókkal is elég meggyőző, hogy bizony itt finomságok vannak, de emellett tehenek is. Konkrét nem tudom, mi van a véleményezőkkel, de csomóan a tehenek arcába nyomják konkrétan a telefont. Hát esküszöm, remélem én is így fogok kinézni majd. Valamiért atomfáradt vagyok, és megrendeltem, hát életem egyik legdrágább vacsoráját. Sarkvidéki szemling, ez az a hús, amiből van ez. Életemben nem ettem. Mindjárt felbukok, nem tudom, ennyi vezetés után. Esküszöm, nem tudnám megkülönböztetni, hogy ez szemling vagy lazac.
Nem tudom, hogy szomorú-e vagy érdekes-e az, hogy itt az étteremben miközben eszünk, láthatjuk túlfelőről a teheneket, így üvegen keresztül, meg különböző állatokat, potenciális vacsorádat kinézheted holnapra. Enni és közben nézni, hogy a tehenek ürítenek. Nem újdonság. Szóval nem újdonság. Hát mindenki eldönti magának, hogy evés közben van-e kedve nézni, hogy csámcsog egy tehén mellette, vagy rosszabb esetben valamit kiürít, de nyilván nem szó szerint kell érteni, mert egy plexi elválaszt minket az állatoktól, de úgy másképp a helyszín és a kaja az itt is egyszerűen fenséges volt. Elnézést előre is, hogy fáradt vagyok, több száz kilométeren vagy, mi mindjárt 1000 kilométeren vagyunk túl, rendesen érzem én remeg a kezem. Itt aztán külön fizettünk, és 5390 koronába került az én vacsorám, ami nyilván nem a legolcsóbb itt se, de eskü kezdtünk hozzászokni az itteni árakhoz. Forest Lavon. A kövi helyszín igazából egy fürdőhely, de ennek volt egy luxus éttermi részlege is, amiről ugyanúgy sok jót lehet hallani. Csodálatos, szürreális, eszméletlen, abszolút kedvenc és hihetetlenül luxus élmény. Oltárian jól néz ki, de ez azt mondom, hogy az adag nem valami bőséges, tudjátok, nem olyan székelyes, hogy megegyed, azt fogja a hasad. Soha az életben nem eszek többet. És a képek, reméljük, hogy itt sem hazudnak. Hát nézzétek meg, ha éhes lennék, konkrétan felfalnám a kijelzőt. De ez a sárga szósz, az a tipikus izlandi szósz. Nekem nem a kedvencem, nem rossz, de nem is jó. Kéne feltétlenül ez mindenhol ott legyen. Kaptuk vele kétféle sajtot, az egyik az camembert, a másik az nem tudom, hanem megkóstolom. Esküszöm, a tehén jutról eszembe. Tehén íze van, tehén szaga van, vagy... Ahogy ráharaptam a camembert, éreztem azt a pajta szagot. Jó, ezt elő kell helyen, nem kéne, eddig olyan teresztettem. Olyan fáradt vagyok ennyi kilométer után, hogy csak bezabálnám, lefejelném, most meghalnék. Érdekes egy kajakomba egyébként, hús, sajt, szósz, tojás, palacsinta, gyümölcsök. Lényegében ezek is rohadt jó kaják, de itt az adag az kicsi. Idézőjelben csak 3490 korona volt ez a kis kajám, de a belépő az 6900. Szóval most már tényleg csak a szoki. Icelandic street food. Több mint 4000 vélemény van itt. Hát mi a jó Isten? What? Bejöttünk egy helyi izlandi ilyen levesezőbe, ahol egy csomóféle leves lehet kérni. Én a Secret Fish Soupot kértem, ilyen kenyérbe, ilyen fancy, amint látjátok, és olyan incsiklandóan zönni, hogy mindjárt bezabáljon. Nem, itt nem zabálnak az emberek, itt étkeznek. Az ilyen kenyérbe levesekkel is büszkélkedik Izland, de a képek között az egyik a szememet ütötte. Ingyen gofri. De én ezzel nagyon szkeptikus voltam, hogy tényleg van ezen a szigeten bármi is, ami ingyen lenne? Nagyon ilyen hagyományos és hangulatos helyen vagyunk, és fent a tetőn csak mi vagyunk egyelőre. Aha, mondjuk az adag az nem sok. Secret fish, hallod? Ebbe garnéla darabkák vannak. Na nézzük csak. Ez már eszi a tányér oldalát. Hát nem azt mondom, hogy ilyen wow faktor. De... Ezt lehetne még csavar ide-oda. Megéri eljönni ide is egyszer, az biztos. Aztán képzeljétek, a nagy evések közepette egyszerűen elfelejtettem megkérdezni a kiszolgálót az ingyen gofrival kapcsolatban. De jó van ez így. És ezen kívül az volt a pláne, hogy 4000 koronába került volna a kaja, de valamiért az étterem nem okézta le az összeget, vagy nem tudom, és egyszer csak jött az értesítés, hogy sikertelen tranzakció. Jelzem úgy, hogy már otthon voltam, szóval fogalmam sincs, hogy mi történt. Viszont ez a videó annyi lett volna, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szóval a YouTube bácsi ki is ajánlta nektek itt a következő videót, úgyhogy kattintsatok rá és nézzetek meg ezt is. Mert ebbe is ki tudja, hogy milyen szaftos dolgok történtek, vagy mit, ki tudja, mit csináltunk. Szóval nézd meg, kattints, nézd már meg, légy szíves, nézd meg a videót.